Sziasztok, itt újra, ezután folytatjuk a Dark Souls-t. Utóbb a Ceaseless Discharge-ot győztem le. A következő cím mondom a Demon Fire Sage lesz. És... lehetséges, hogy Centipede Demon-os megküzdők vagy talán fél óra. Ez nem annak túl sok lelket, úgyhogy ezeket így nem írom ki. Én miatt arra felé indulnék, előbb nem ártana néhány cuccot beszereznem. Ezt is a Taurus démonokat kiírtom. Ezekre nem érdemes látni egészen addig, amíg nem szerezze meg azt a gyűrűt, ami megvéd a tűztől. Egy kiírtva. Egyes évek kell őket kiírtani, máshogy nem lehet esélye. Lassan kell megközelíteni. Jó, jöhet a következő. Nem szabad ugasni! Fuck! That's it! Ha ezeket kiírtom, akkor nem térnek vissza. Következő. És írtás. Ne lök ilyen durván! Így. Négyen maradtak még, de nem... De melyikük fog előjönni? Ő az. Nagy kár, hogy nem árt neki a tűz. Nekem még árt.
Jó, van te ölt. Cserünk már! Itt van egy, itt van kettő. Mi a úgyse térnek vissza, hogy szerintem itt az idő visszatérni. Látjátok, Atauros démonok eltűntek. De nem ők az egyetlenek. De van, amik respawnol. Kapradémont itt könnyű legyőzni. Csak meg kell tudni, hogy mikor egyes, mikor kettő, mert a kettőt itt akkor öt nagyobbat. Mint ez. Jaj, nem áll! Ez már gyenge ütés lenne. Jaj, muszáj már mellé menned mindig! Ilyen egyszerű legyőzni. Baszki! Hogy messz lecsúszni?
tessék, mehetünk újra megküzdeni velük. Ahogy mondtam, egy karddal ütött, ami azt jelenti, hogy gyengék. És ilyen egyszerű legyőz. Jó ég, ez! Miért kell ilyen szakadékot csinálni? Ott lesz a következő bonfire ott lent. Most már van előkészítve. Félre ahhoz, hogy megküzdjek ezekkel a kápra démókkal. Lehetne, hogy vigyázzam? Az ördögben nem tudok futni! Hagyd már abba! Ez nagyon gyors! De ez csak egy név állít. Ini. Ilyen egyszerű. Egy lecsapás. Várom, amíg üt egyet. Kettő. Tehát így kell próbálkozni. És három. Ennyi az egész. Nem baj, hagyj kettőt üt. Akkor se jöjj. Akkor is tehetem. Nagyon csak meg.
gyorsan kell ütni, mert ez kifekukál. Tartanássár, ez fontos. Nem gond, egy-két üdés is megvan. És ott a bonfire. Három ütés. Ennyi. Ennyi volt az egész. Két út van, merre mehetek. Hát nem lehet-e The Warp Horn. Biztos. Sokan nem javasoljátok, hogy ilyen páncélban vagyok, mert zenei trollolni, de ukorva. Könnyebb. De jobb is, hogyha marad rajtam, mert akkor legalább gyengítünk. Hoppá! Elfelejtettem valamit. Mivel van egy boss, szerintem még egyet ebből, és csak 15 bőven elég lesz.
Vagyis egy Taurus démon. Demon Great Axe. Ez hasznos lesz. Így. Elutóbb. Jaj, nem ide kell menni, hanem ide. Még a végendő. Szerinted. Elégettek. Hé, miért nem halt meg? It's no use! Bravo! Ez meg mi? Ah, semmi titkos ajtó. Ha így lecsapok rá, akkor könnyedén legyőzhetem. Gyere, most! Ennyi? Így kell ezt csinálni. Szerintem nagyobb teret csinálom magamnak. Ne lök le! That's it! A másik Taurus démon, de azt jobb, hogyha inkább úgy csináljuk, hogy átférk rajta. De miért kell ekkorát ütni? Hajj már le! Most cserélnem kell egyet. Dragonside Great Bomb. De nézzük csak meg, hogy ez... Igen, ez 20-20. Bassza meg! Hogy így nem használ? Oké. És most ezt visszacserélem óra.
Pállövésbe mérek rá. Mennyi szükséges. Szerintem ennyi elég is. És most ezzel a végső támadást be is vetem. Így nyit. Egyenlő ezt visszacserélem erre. Na ott van egy kincses láda, de itt van egy csapda. Baszki! Így nem lesz jó. Hiszen egy jó dolog is volt. Ilyen kockázatot vállal. De lesz a fele erejét. Mikor keresem valat. Ez akkor adik a képesség eltörni a kardot. Ezért kell ilyet használnom helyett. Használom ebbe az egészet. Ennyi. Istenes! Nem mimik. Large Flame Ember. Van egy valaki, aki tudná ezt használni. De most úgy sem tudnám be. Visszacserélem. Thank you.
Álljunk egy percet. Még miért folytatnánk? Próbálj ki a snipert. Ez spawnfény érdekezik, az meg lehet, de túlságosan gyengít. Most visszacserélem. Hasíts bele! Hajjá! 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 Igazság szerint az első alkalommal jött össze. Mert akkor még nem volt elég nyilalma ahhoz, hogy ezt bevessem. Így is megspóltam bőven a boss standard nyilakból. Mint 9000? Na nem á! Akkor még egyszer kikerítom azokat. Nem megy, nem küzdök a Demon fel Sage-re addig, amíg nem ölem egy szinttel az erőmet. Jaj, nem áll, ne ketten! Megvan, üt! Baszki már! Gyereke! Gyere, mi s**kes gyerek! Kettő egy csapásra!
Haha, mit ez a csapás, mi? Na, nyisd már! Na, de mellé menni nem szabad! Na, megvan a színnövelési lehetőség. Akkor most küzdünk. Növeld, növeld, gyorsan van, gyorsan van, gyorsan van. Nagyobb valamkorig. Így az 70-es ütés. Inkább elég egyet. 12 remélem elég lesz. Igazság szerint egy kamera segítségével el lehet érni, hogy ne küzdjünk a Demon Fast-t-re, de úgyse akarnám azt tenni. Ijj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 
És azt sem hiszem, hogy nem így érdemes ide menni. Mindegy is. Nagy! Csúsz vissza! Ne! Hát a szemét! A felső készültem! Szonyú brutális.
Nőj, 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 nőj! Nem tud már mellé menni egyszer sem! Az a stratégia, mint Stray Demonnál, az Asylum Demonnál. Aj, nincs egy terem, hogy itt eltérje. Miért is sebzis? Ne durul rá! Ezt ne csináld! Jó döntést hoztál! Jaj, ne! Mi durvó lesz? És nyílt a helyen könnyen, ez kuraszulat! Szerencsé, egy gyengés sebezom. Baszolj már meg! Jaj, ne már! Végig a szemét. Jutist! Jutist neki! Yes! Mondtam, easy! Nem véletlen easy fight. Tizenhat boss legyőzve, és még csak 10 maradt hátra. Csak 20 ezeret adott, mert még egy szinten el akartam növelni az erőmet. Jó,
Nincs semmi. Nothing. Na most, hogy ki ez aktiválva van. Viszont tudom menni a Demon Ruins-ba. Azaz Quillite Domain-be. Hát itt van egy titkos ajtó valahol. De nem ez az. That's it! Nem biztos, hogy tudni akarnám. Ez mi is tudom? Ja, jól van beszélni. Infos Estus Flask. Tudom erősíteni. Vélemény szerint itt is lehetne folytatni. Már nem igaz, hogy a szemből előjössz! Igen, elő! Színnövelésé, mikor nem megyek oda. Ó, bassza meg! Az van, hogy benállam. Ne essek korát!
35 ezer. Szint 1900. Valószínűleg 8000. Gyenge húzás. Baszki már! Ezek szerint nem fog összejönni így. Jó, ezt legalább tudom. Thank you.
Centipede Demon kell nekem a Flitchbe és a Lost Isolive-be. Ott a következő. Ajjaj. Fog lehetne anélkül, hogy ne halljak meg. Most anélkül, hogy meghalljak. Hogyan ne tudnék? Ez az! Felfogta az ütést. Ne fura! Ki a Phantom Jail csak akkor jön el, amikor akar? Ezt egyszerűen nem értem. Nem támadhatjuk, amíg nem jön közelem. Aj, de mi volt ez az ugrás? Nem á! Pontosan célozni. Bassza meg! De menjünk már inni! Jó, ez jó út is volt. De mert nem grabol. Jaj, vigyázz! Miért kvártűd? Most is! Ez így jön! Victory! Hurrá! Na, mit mondtam?
Hát igazság szerint elsőre Phantommal győztem le. De első alkalommal párbajban. Tehát... Ennek segítségével most már nem tud átadni nekem a tűz. Úgyhogy akárhová ide elmehetek. Még ide is. No, emelkedik valamennyivel, de valahogy. Most már a gyűl segítségével meg tudom magam védeni a tűzben. Megszerzem ezt a két cuccost. Jaj, nem erre akartam menni. Nem erre. Azt mit csináltam, be is fejeztem már. Tehát most már van 17 boss győzelmem, míg 9 hátra van. A következő célpontom legyen Seth of Scaleless. Na, mondtam, elég gyengét sem ez. Nyugodtan rövidítenek. Először is felveszem azt. Bravo! Tehát tudnék jutni, ha csak tudnék.
Chaos Play Member. Nagyon jó. Ez hasznomra válik. Most már két emberem van. Majd melyik adai? Addig a bonfire, aztán vége. Jó, ennyi elég lesz mára. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámmal, és nyomatok egy lájkot. Sikert megtalálnom a Blighttown-ban egy rejtek helyet, ahol található a Great Hollow. Aztán még van ott az Ash Lake. Le akarom győzni a Hydrát. Úgyhogy az lesz a következő részben. És majd csak azután jöhet a Duke's Archives. Már búcsúzom, szevasztok.